Betyár jó a hangulat az első hajdujárási Rózsa Sándor táborban, amelyre több mint 30 gyerek jelentkezett. Nem csak barátkozhatnak és kézműveskedhetnek, hanem megismerkedhetnek a hírhed Betyár legendájával is. A Hajdújárási Rózsa Sándor civil szervezet hívta életre a hagyományőrző tábort. A gyerekek reggel kilencre érkeznek, és délután öt óráig számos foglalkozáson vehetnek részt. Minden nap más tematikájú. Azért jelentkeztem, hogy jól érezzem jó magamat, mindig a barátaimmal legyek, beszélgessünk, játszunk folyamatosan, mi mindent. Te miért jelentkeztél? Én azért jelentkeztem, hogy tanuljak, meg én is, hogy já, játszok sokat a barátaimmal. Mészáros Anisszát leginkább a kézműves tárgyak készítése érdekli, ezért is jelentkezett a táborba. Én nagyon szeretek táborozni, meg szeretem a sok játékot, meg szeretek kézműveskedni. A szervezők elmondták, elsődleges céljuk az volt, hogy tartalmas programokat biztosítsanak a gyermekeknek a nyár folyamán, illetve az is, hogy a legkisebbek megismerjék a Rózsa Sándor történetét tudom azt, hogy a nyár hosszú, és a gyerekek sokszor unatkoznak, társaságra vágynak, és a szülők is örülnek, ha a gyerek jó helyen van és nem unatkozik, ezért hát ez volt a fő indok, amiért megindítottuk a tábort meg, hát hogy a gyerekek ismerjék meg a hagyományainkat, ez is nagyon fontos volt számunkra. A táborban a kicsik még betyáros napon is részt vehettek. Találkoztak betyárokkal, megkóstolhatták a jókai bablevest, de egy kecskefarmra is ellátogattak.